Panda da Burlis, entra, né? Gol! Papaiano, gol! Né? Papaiano, gol! Στο 67. Θα το ξαναδούμε. Ο Δωμάσιος Λαγούρη Σέντερ Λαγούρη φεύγει από την Ουγγρικά με τον έλεγχο του Κόβατς. Πετάει το Παϊάνο με το δεξί. Έμπεντλι. Βαλιά του Έμπεντλι. Κόβεται από τον Νικολάο. Έρχεται στον Τότο. Τότο στο Μαγιάρ. Μαγιάρ κόβεται. Τότο. Πίντερ. Και ισοφάριση με κεφαλιά από τον Νιλάζη. Και ισοφαρίζει με κεφαλιά. Martos. 2-2 és fél perc még az első fél időből, 0-0-nál. Kovács, úgy van, leveheti, jól érezte. És tovább. Zombori. Lassúnak tűnt az akció, Kovács csúsztat, Asztapovszki, Nyilasi gól! Itt úgy tűnt, hogy egy picit lassú az akció. Aztán Zombori jól teszi be a labdát. Kovács csúsztatja tovább. Asztapovszki határozatlan, hibázik, túlságosan a rövid sarokra ment. Nyilasira üti rá a labdát, akiről bepattan. 1-0. Pusztai. Hatalmas bedobása van. Ki is használjuk. Kereki! Gól! Megadta a bíró. 2-0. Az előbb nem sikerült Kereki Zoli. És most igen. Gyönyörűen Pusztai. Tudtuk, hogy ki lehet használni, hogy ilyen hatalmas bedobást tud csinálni. Kereki kibújik. Gyönyörűen megy föl Asztapovszki a rövid saroknál, és a kapufa tövéről be a labda. 2-0. Incsagasvili. Lovcsev. 2,5-3 perc a mérkőzésből. Blohin. Most vigyázni, kipiáni! De kár érte! Kipiáni. 2-1. Tisztán, senki sem zavarta. Nagyon védekeztünk. Nagy lendülettel, kipiáni, Konykov, Lohin. Kiejti, Burján, Kocsagó. 1-0 a Szovjetunió javára. Zombori, Bálint. Nagyon sok a piros mezes körülötte, rossz helyre is adja. Kipiáni indítja, Lohin, Kereki, Kent volt, nincs. Bálint jön ki keresztelni. Lohin. Bálint belejön gól. 2-0. Lohin gyönyörűen ment el, Kereki bent volt, túl sem lehetett az indításnál. És a becsúszó Bálint ról pattant a labda, Gújdár kifelé ment, beadást vár. Ezt nehéz lett volna kiszámítani. Öngól. Az 5. és 14. percben volt az eddigi két gól, az elsőt Burják lőtte, a másikat Bálint saját kapujában, Lohin beadása után.
Martos. Könnyelműség. És Gujdár kiejti üres. Bent a kapu. Onyiscsenko és Blohin egymást zavarta. Óriási szerencsénkre. Gujdár nagyon indisponált. Nyilasi. Zombori üresen veheti át a labdát. Pintér. Remekül jött a labda, és Gyekgyárok valamennyi eddigi hibáját kapjuk ezzel a védéssel. Pintér. Zombori. Troskin beérte. Váradi. Komár. Hozzáért egy picit, újabbra vonott Gyekgyárok. Onyiscsenko fejelte le a labdát, Blohin csap le rá, Bálint mellett próbál elmenni, el is megy, Blohin, még mindig Blohin, kicselez mindenki, Blohin, Gujdár leveszi a lábáról. Köszönjük meg Blohinnak ezt a döntést. Kipiáni. A jó rugó technikáját pompásan érvényesíti, most is remekül tette oda a labdát Minájevnek, és ott kiugranak, megtolják a labdát, Blohin. Bálint zárkózik fel, ott van Kereki is mellette, még mindig Bálint. Kovács csetlik botlik a labdával, végül elhúzzák a lábát, Taylor mutatja, szabadrúgás következik, és már itt van Váradi 11-es számmal, Zombori előzékenyen leteszi neki. Váradi, lövés! Nagyon szép volt a cseles szabadrúgás, látszott, hogy gyakorolták a magyar játékosok, és Kipiáni gyorsítja lépteit, már a magyar térfélen jár. Bálint húzódik ki rá, középen Onyiscsenko, jó lesz vigyázni. Kipiáni, Burjak, ismét Kipiáni, Konykov érkezik, és nagy helyzet hátra a mérkőzésből, 2-0 az eredmény a szovjet válogatott javára. Kovács felé száll a labda, és alig-alig mellé. Minájev, Kipiáni, védőink lemaradtak, még mindig Kipiáni, másodszor is jól véd Gujdár, és most szabadul fel a magyar. Tisztáznak a görögök. A hetes számú Kudász lábáról került előre a labda, ez Ardizoglu. Nagyon gyors játékos. Jól is indít középen! Még mindig ő! Szerencsénk volt! Váradi közben befelé kocog, Pintér a szélre megy. A gólhelyzet, nem? Még mindig Pintér, Váradi. Jó a beadás, Nyilasi fejeli le, Kovács forog, Martosé, egyre kijebb jött a labda, pedig rá is lehetett volna lőni. Gól! Kovács! Pusztai. És ettől aztán már semmit nem látunk, de a képernyőn persze világosan ki van alul. Váradi forog, ő éveli be a labdát, Nyilasi teszi le, Kovács Istváné, ő teszi Martoshoz, Martos beadása. És itt a gól, Martos. Pintér. Egész az alapvonalig mehetne Pintér Sándor, a beadás nem rossz. Egy jó lövés. Gól! Ez most már csak ugyan Váradi. Góllövő Nyilasi. Nyilasi volt. Nem tudom már találni a góllövőket, de azt hiszem mindegy. Itt előttem abban a pillanatban, hogy bemegy a labda a kapuba. 200-an ugranak föl, Nyilasi lőtte a gólt. Ballábas lövés, igen, Nyilasi továbbította Váradi lövését, ez az, amit nem vettem észre, tehát Nyilasi lábáról került tovább a hálóba a labda, 2-0, és most telt el negyed óra a mérkőzésből. 2-0 Magyarország javára.
Anastasiades. Kudasz lövőhelyzetben. Bálintról jön vissza, még egy, kapufa! Váradi végzi el a szabadrugást. Tóté. Még egyszer, Dek játékvezető is. Én mondom, lassan már a mérkőzés színvonalán vezeti. Váradi megy el. Jó beadás! Gól! Fazekas lőtte, kis időre állt Berger, ő lőtte a harmadik gólt. És újra minden megbocsátva, lobognak a zászlók, mindenki örül. Harmadik magyar gól. 3-0, Gujdár egészen átjött a túlsó oldalra. Itt az ismétlés. Még meg is próbálják akasztani Váradit. Fazekas remekül robban be. Magyarország tehát 3-0 arányban nyerte meg a döntő fontosságú mérkőzést. Szépen ívelte be Péter, Nyilasi emelkedett fel a legjobban, Kerekivel együtt ugrottak, 1-0 Magyarország javára a 11. perc végén, sőt most már a 12. hiszen Zombori, Tóth Jóska és már lendül át a magyar akció. Pintér megy segíteni, középütt is van egy tiszta ember, a fölzárkózó Zombori, Törőcsik, 2-0, Törőcsik, 18 perc telt el. Védelmi hiba is volt ugyan, de egy nagyon szépen futó magyar támadás végén következett be a gól. Itt van Zombori, aki nagyon jól játssza be, Törőcsik ügyesen lépett ki, nem volt les, ott már Rétó közelről jól látta. 2-0, 18-19 perc, már 19 telt el néhány másodperc hiány. Nyilasi és Törőcsik góljával 2-0 arányban vezet Magyarország. Tóth. Nem volt egy hibátlan csel. De már újra miénké a labda. Fazekas, gólhelyzet. Gól a negyedik, Váradi. Így kell lesz megtámadni a védőt. Egy pillanat alatt szerelték, nézzék csak meg. Feritolaj vacakolt, Váradi elrúgta, Fazekas átvette, Váradit indítja, és ez is elég nehéz szög, de itt már nem hibázhat Váradi hatalmas erővel. Benne a negyedik gól. 4-0, még nem telt el 28 perc. Nyilasi, Fazekas segít. Mellette ott fut, és jó labdát kap Pintér. Gól! Pintér az ötödik, a kapus hasa alatt, 5-0, a kapus mentségére csak annyit, hogy nem számított rá, hogy Pintér onnan rálövi, nagyon okosan csinálta. Kitűnően kapja Fazekastól, a szög eléggé rossz, de meglövi kegyetlen erővel, és ott a hasa alatt a kapusnak, benne az ötödik gól. Lassacskán azt hiszem, itt az ideje, hogy a testvér bátyja jöjjön be. Kereki. Törőcsik próbálja megszerezni a labdát, meg is van egyelőre. Lövést! Gól! Na ez már nagyon kellett, ha jól láttam, Nagy Lacinak tette hátra. 6-0, nagyon hiányzott már. Törőcsik ügyesen tartogatja a labdát. Nagy Laci jön, igen, ő az. Jól helyezett labda.
jugando en este momento Taritolai. Arranque de Wilson Alfredo de Llano. Pequeño pero grande en su juego. Ahí va el centro peligroso. Y el guardameta ayudar. Con las palmas entra la pelota al córner. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Miguel con la zurda va al centro. Gol, la pelota no alcanza a rematar. 17 minutos 58 segundos. Compres entero en 500 pesos bolivianos y la fracción en 50. Aquí falla solo frente a la valla. Toro sigue en un peligroso contragolpe. Fazekas por la derecha, el pase para Martos. Martos, Fazekas. Hay peligro con los húngaros. Törőcsik queda solo. Gol. Gol. Hungría. Törőcsik a los 36 minutos en una de las pocas cargas del equipo húngaro con toques cortos descolocaron a la defensa boliviana y no tuvo mayor dificultad Törőcsik para batir la valla de Luis Calar. Que hoy se clasificó España al ganarle a Yugoslavia 1-0 con gol del argentino español Rubén Cana a los 71 minutos, 13º equipo clasificado para el Mundial. Queda solo Törőcsik, puede ser los húngaros y gol. Ahí posición adelantada, pero el árbitro marca el gol. Marque el gol, señor Corbett, claro, marque el gol. Hay offside que marcó el juez de línea, Van Verbeek, pero el árbitro convalida el gol. De Llano, queda solo. Penal. Claro que sí. Penal para Bolivia. Lo trabaron a Mesa. El arquero, cuando iba a Mesa en procura de ese balón. Carlos Gallo Aragonés, nacido en Yacuiba, debutante en Central Norte Salta y jugador de Bolívar, ejecutará el penal. ¡Gol! ¡Boliviano! ¡Gol! De Bolivia, Carlos Aragonés de tiro penal. El primero había marcado frente a Venezuela. Aragonés, Aragonés para Bolivia, acompañando Sánchez. Por la derecha Aguilar, sigue Aragonés. Traba el jugador de Hungría, tiro libre para Bolivia. Se van a producir los cambios, se van de la cancha. Fazekas sustituido por Pusztai. Taritolai. En el rebote, los jugadores húngaros. Ahí queda solo Romero, puede ser gol. Hay penal. Clasificado el equipo húngaro al Mundial 78 de Argentina. Y un hecho que es digno de apuntar. Y aquí se marca el gol húngaro. Autogol para Hungría. Romero jugando en este momento. El público exige que acabe el partido. Al ataque del equipo de Bolivia. Avanza Carlos Aragonés. Acompaña Ovidio Mesa. Aragonés ingresa al área. El rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolivia! Carlos Aragonés. Sobre los 47 minutos. 92 del partido. Descuente el marcador. Carlos Aragonés, 92 minutos, Bolivia 2.